hogy elektromosságról van itt szó, egy fény nevű jelenséget mutatunk be, ami elektromossággal működik. Van egy elemtartónk, meg egy elemünk, és azt bele kell rakni az elemtartóba. Aztán két vezetéket, két vezetőt belerakjuk az elemtartóba, és a végőt a foglalatába. És ahogy összekötjük, a vezetőn keresztül elektromosság mutat. Az égőbe, és így világít. És így világít. Az égőnek a működése az olyan, hogy van benne egy wolfram szál, és az áram hatására iszonyat erővel elkezdi izzani, és kiszívják az égőből a levegőt, mert különben elpárologna benne a wolfram szál. Ez az elem, ami itt van, ez meg úgy működik, hogy van benne három nagyobb ceruza elem, és sorba vannak kötve. És úgy jön belőle 4,5 volt, mert 3,5 voltos van benne. Ha párhuzamosan kötjük az benne lévő elemeket, akkor ugyanúgy marad 1,5 volt, de sokkal több ideig fogja bírni. Elektromos áram az egy olyan jelenség, ami terjed, mert ennek nincs meg abba az iránya, mert akár így, vagy akár így kötöd, akkor is egy irányba halad benne az áram. Az elektromos áramot azért hívják áramnak, mert olyan, mint a víz, ezen a vezetéken keresztül átáramlik a égőhöz, és így működik. Az elektromos áram az elemből áramlik, vagy akár atomerőművekből, és az elektromos áramot, hogyha vezetőkön keresztül jön át ide is. Meg aztán, hogyha megfelelő közelségben vannak egymáshoz, például ha 230 voltot vezetünk bele, akkor egy kis szikrát tapasztalhatunk, tehát nem érnek össze a vezetékek, mégis átmegy egyikből a másikba a szikra. Tehát így is tudja vezetni az áramot. Aztán most összerakom. Minden elemnek van pozitív és negatív oldala. Igen. A pozitív irányból jön az áram, ott jön ki belőle, és a negatív, itt a pozitív jön az égőbe, átmegy az égőn, és amit nem használ el az égő, az negatívon visszamegy az elembe. Így működik. Ezért van az, hogy egy elemmel nem működik. Lehet vele világosságot kelteni. Lehet vele mozgást kelteni, hangot. Hát a hang az például olyan, mint a hangszóró. Rezegteted a membránját. Igen, nem is mutatom. Nem kell tudni. Van hangszóró. Áram hatására úgy lehet hangot kelteni, hogy használunk egy hangszórót. Ide kiteszem, hogy a megrezegtetett levegő kiusson. És akkor már lehet is rezegtetni. Tehát ilyesmi hangot lehet kelteni elektromos áram hatására. De hogyha egy olyan rendszeren keresztül vezeted, mint például a magnó, akkor értelmes hangokat tud adni. Ez is elektromos áram hatására. Kiállítják elő, hogy vannak hatalmas nagy generátorok, amiket ha megforgatsz, mindjárt megmutatom. A villanymotor működik generátorképpen, mert ahogy megforgatjuk a tekercsét, akkor áramot termel, mert ahogy itt a mágnes körül forog, a tekercs áramot gerjeszt, és úgy jön ki ezen keresztül ide az áram. És hogyha elég gyorsan pörgetjük, lehet, hogy ez így most meg fogja világítatni az égőt. Nem biztos ez. Úgyhogy a részvégszer jönne oda. És hát sajnos most nem tudjuk elég gyorsan megforgatni, de eredetileg termel így áramot. Így működnek a nagy generátorok, csak ide a tengelyéhez így van rögzítve egy nagy Például egy generátort lehet működtetni
vízzel, hogy egy folyóban, mint a szénmalom, hogy van egy nagy lapát, és az forog, és akkor az meghagyja a generátort, és az így forog. Államot úgy is termelhetünk, hogy víz alatt van turbina, és ilyen, és a víz áramlatok, például a golf áramlat, ilyen víz alatti ilyesmiket forgat, ilyen generátorokat, nagy propeller van rajta, és ahogy jön a golf áramlat, úgy forgatja a tengelyét. Aztán széllel is. De hogyha ezt a mágnes most innen elvesszük, akkor és így forgatjuk, nem termel áramot. Mert ahhoz kell, az elektromágneses indukció. És a mágnes, azzal tudunk megemelni dolgokat, mint például ez hozzátapad.